Nem mindennapi látvány fogadja a szekszárdi Urunk mennybe menetele templomba érkezőket, ugyanis a közel 200 éves barokk stílusú orgonaházból eltűnt a 130 éves Angster József féle 24 regiszteres orgona minden eleme. De nincs ok az aggodalomra, hiszen szakemberek szedték szét, és restaurálás után vissza is építik majd. A pécsi orgona építő manufaktúra fogja restaurálni vagy helyreállítani. Tehát minden egyes elemét ilyenkor lebontja, és elviszi a műhelybe. És ott a műhelynek a különböző egységei, mint asztalosok, sípkészítők, minden egyes elemet kézbe vesznek, megtisztítanak, rozsdátlanítanak, kiegészítenek, ha kell, újra cserélnek. Tehát itt több ezer alkatrészről van szó, csak síbból 1350 van ebben az orgonában, tehát tulajdonképpen több tízezer elemről van szó, és ezt minden egyes elemet ők feljavítanak. A 130 év alatt ez az orgonál még soha nem lett ennyire szétszedve. Minden orgonát úgy illik 10-15 évenként kitisztítani, de igazán néhány évtizedenként valóban restaurálni. Itt elmaradtak ezek a munkák, és ugye bepiszkolódik egy orgona az évtizedek alatt, a párától is esetleg rozsdásodik, szorulnak az alkatrészek, tehát ahhoz, hogy jól működjön játéktechnikailag, és újra a szép hangzásában érvényesülhessen, ehhez valóban teljesen szét kell szedni és újraépíteni a hangszert. Most az eredeti állapotnak a helyreállítása történik. Ez azt jelenti, hogy pontosan amit időközben, az idők folyamán változtattak rajta, azokat mi most kiiktatjuk, és az eredeti hangszer orgonát építjük vissza. Természetesen, hogyha majd a jövőben még egy kis bővítés, vagy bármi felötlik, akkor arról lehet beszélni, de a jelenlegi cél, az elsődleges, az az eredeti orgona helyreállítása. A hangszer restaurálási terveit Hajdók Judit orgonaművész és orgonakutató készítette a pécsi egyházmegye megbízásából. Több mint 40 millió forintot nyertek pályázati úton a múlt évszázadi hangszer felújítására. Nem csak a műemlékorgona megmentése volt a cél a restaurálással, de sokkal költséghatékonyabb is a helyreállítás, mint egy új hangszer vásárlása, mondta a szakértő. Egy új orgona esetében mi regiszterenként számoljuk az orgona árát. A regiszter az mindig egy darab sípsor, és annyi sípból áll, ahány billentyű van. Ma egy új orgonának az ára az körülbelül regiszterenként 3 millió forint. A helyreállítás azért az olcsóbb, az úgy körülbelül az 50% szokott lenni. Vagy esetleg még olcsóbb, azt szerint, hogy az orgona milyen állapotban van. Tehát egy új 24 regiszteres orgona megvásárlása több mint 70 millió forintba kerülne, viszont ennek töredékért lehet helyrehozni a 130 éves Magyarország egyik legnagyobb orgona készítője által megalkotott hangszert. Azonban ez rengeteg időt vesz igénybe, a restaurálási munkálatok 4-5 hónapon keresztül folynak majd. Márciusban érkezik vissza az orgona, mert a páratartalomhoz újra be kell állnia a fa nagy egységeknek, és májusban lesz a hivatalos átadás. A kettő között egyrészt beszabályozzák a hangszert, és főleg az 1350 sípot újra kell intonálni és hangolni az adott térhez. Tehát ez több hetes munka. A hangja pedig az eredeti fényébe fog élni újra az hangszer orgona. És hogy észrevesznek-e ebből bármit a hívők? Az orgonista mindenképpen, mert lesz egy jó működő orgonája, és nem kell kínlódni a hangok leütésével, vagy pedig, hogy egy hang nem szólal meg. Feltételezem, hogy a telített hangot, mert most minden síp szólni fog, és tisztára hangolva, ezt a különbséget hallani fogják igen a hívők is.